nem megfelelő embereket szövetséget kötni, kezdi elveszteni azt a biztonságot, amivel egyébként egy elég szerencsés alkat vagyok, vagy voltam, most már tudom, ezután a megjelenés után, hogy volt valami összönös képességem arra, hogy rossz emberekkel nem szövetkeztem. És egy rossz szövetség az több évet elvesz az ember életéből. Úgyhogy azt mondja, hogy itt ül, a szövetkezetom, milyen rácsak köszönhető, hogy ősz, aki effektíve rá dumál, hogy csinálják meg egy rövid filmet. Tulajdonképpen az volt az út vissza ide, ebbe a terembe, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki. Kézi Bárdán, a gyerekos élet, megkapta az ökonomikus zsűri díját, és most mit szól ehhez a címhoz? És egyáltalán számít önnek, hogy fontos-e az, hogy ilyen egyházi vallási teológiai közösség elismerte a filmét és értékesnek tartotta? Nagyon sokat számít. Nagyon jól esett. Azt jelenti, hogy úgy dolgoztunk itt mindannyian, hogy tényleg, tehát ahogy szerettünk valami, a szándékunk volt, hogy sokféle emberhez, sokféle gondolkodású emberhez elérjünk, mert fontosabb az, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt minket, és erről kevés szó esik. Ez az egész film arról szól, nagyon egyszerű, csendes magánéleti történet keretében, hogy mindaz, ami összeköt minket, embereket, a bolygó összes lakóját, az fontosabb és mélyebb és elemi jelentőségű az életünkben, mint ami szétválaszt minket. Amit egyébként ott a díját adom, hétvár mondtam, mert nem mondták meg, hogy ezt a díjat megkapjuk. Úgy tudtuk, én úgy tudtam, hogy a Fékeci díj miatt kell ott lennem. Úgyhogy nagy meglepetés volt, nagyon szép meglepetés volt. Akkor tulajdonképpen nagyon gyorsan csak ez jutott eszembe, felvázoltam a családunkat. Az édesanyám luteránus, az édesapám zsidó volt, a férjem katolikus. Ezt már ott nem mondtam, de a panaszkori szobámban Brecht és Vanni képe volt kint, ugyanakkor a panaszkában az ember kirakja az idoljait. Szóval, magyarán a mi gyerekeink azok a létükben ökumenikusak, és azt hiszem, hogy jó lenne többet foglalkozni azzal, ami összetök minket, mint a nyelvvel. Csárgyárdé vagyok a B.E.G. bloktól, és azt a kérdést kell feltennem, hogy a producerek hogyan könnyítették meg a film elkészültét, illetve hogyan segítették a létrejöttét. Róla már nagyon szépen beszélgetünk, és nagyon köszönöm én is figyelmet, hogy ez egy nagyon fontos változó volt mindkettőnk számára, az én életem szempontjából különösen. És ez a film egyébként már egyszer visszaállni látszott, amikor egy nagyon komoly koproduceri háló keretében 2010-ben már ott álltunk a megvalósítás kapujában, de azt kell mondjam, hogy akkor nem értettem, hogy miért nem, és már megértettem. Mert most kellett elkészülnie ezekkel a szereplőkkel, ezekkel a stábtagokkal, és értelemszerűen a producer társam segítségével, négy Monikával, és Mesterházi Ernő, akik szintén nagyon sokat tettek ezért a filmben, úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy hát a sok feladatunk mellett a legfontosabb feladat az, hogy megpróbáljuk a rendező jelenéseket Ildikónak az
Unióját támogatjuk, és ezt minden bizonyos keretekben belül végigvinni és végigtolni. Biztos voltunk olyan helyzetek vagy esetek, amikor nem mindenben értettünk egyet, túl sokat beszélgettünk, de előbb-utóbb általában az lett, amit végigtolni szeretett volna, és most így utólag látom, hogy majdnem minden helyzetben igaza volt, hiszen ő volt az, aki pontosan tudta, hogy mit szeretne csinálni, és úgy szeretne felvinni a Vászlóra, hiszen volt egy vízió olyan nagyon régóta, amit ő meg szeretett volna jeleníteni. És azon túl, hogy megteremtettük a financiális hátteret, ott álltunk mellette, mögötte, és tulajdonképpen mindenben támogattuk, hogy ez a film elkészülhessen. Úgyhogy köszönjük neki. Nagyon röviden, egyszerűen bizalommal és valóban tudtam dolgozni. Szerintem ennyit kérni, de ez minden producertől. Likoltosok nevében szeretnék gratulálni a teljes tárnak. Szép Zoltán János vagyok, Egyedi Ildikó. Két kérdést engedjen meg, az egyik rövid lesz. Küldetett jutalom falatot a szarvasoknak? Szeretném meglátogatni őket. Egy nagyon érdekes relikvia van a lakásomban, és hogy nagyon nem találtam meg a helyét. Búliáknak. Góliának az abrancsa, azt hiszem, hogy ilyen 10 nappal, vagy 2 héttel azután dobott le, hogy elkezdtük a forgatást. Tehát éppen csak, hogy el tudtuk csípni ezeket a havasnapokat, amikor még fenn volt Góliák abrancsa, és a Gorkai Zoli. Nagyon-nagyon-nagyon fontos részvevője ennek a filmnek. Elhozta arra a vetítésre, amikor megmutattuk a színeinket is a filmet. A berlini vetítést, a fesztivál programban a vetítést megszakította, volt egy 20 perces szünet, amikor a Vágóhídon egy magának egy üveget vágnak a verő elébe, akkor spriccelt a véletnéző, összeesett, hárman még rosszul lettek. Ön ezt miként érte meg? Csak az élménybe számolva lennék kíváncsi, hogy remek jelentes. Na, így kezdődnek a mikoszok. Hát, akinek a verő előre egy üveget vágtak, az nem egy marha volt, és tudom, a fogjára szerint nem egy marha. Ez nem bemutatón történt, nem kell semmilyen nézőnek emiatt elborzadni a filmtől. Ez éppen annyira kegyetlen, mint a mindennapi életünk. De hogy egy picit azért tisztesebb és felszabadultabb is egyben. Nagyon-nagyon sokféle érben között szánkázik ez a történet. Ez itt benne van. Ez egy későbbi vetítésen történt a Fridisat Palaszban, egy nagy 2000-ös tömegkel valóban rosszul lettek. Az a baj, hogy maga akár elmondom, hogy mitől, az olyan erős spoiler, amit nagyon szeretnék elkerülni. Következő kérdés. Előbb az út. Nagy Éva Katalin vagyok, Eszmélet fújója, és nekem két kérdésem lenne. Az első az, hogy több interjújában, olyan kritikában, illetve a mai magyar kultúrpolitikát, tehát össze a Magyar Művészeti Akadémia ellen szólalt fel. A másrészt ez a film, a Magyar Művészeti Film Alap támogatásával készült el. És nem tudom, hogy ezt önkor tudta magával összeegyeztetni, tehát hogy egyik részről nem tetszik, hanem az országokban, és másrészt, hogy mégiscsak úgy tudod filmet készíteni, hogy a mostani kultúrpolitikának a
az intézményektől kapott erre költségvetést, és a másik, hogy akar reagálni, és a másnak erre a nagyon ízléstelen Twitter bejegyzésére, amit az egyik interjúvára reagált. Ez a másodikban én hál' Isten úton voltam, meg nagyon dolgoztunk, kaptam egy rövid kis összefoglalót abból, hogy mi minden történt, hogy milyen fájdalmasan megint nagyon helyes emberek egymásnak estek. Közben valahogy ezt az érzésem, hogy mosolyó harmadikként a kormány és egy kis csapat valami egészen mással foglalkozik. Szóval én nagyon megkérem azokat is, akik a Tarcs Tamással nem értenek egyet, hogy hagyják végén ezt a dolgot, csináljunk egy szép filmet mindenkinek, mindenféle embernek, jobb, bal, közép, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha nyugodtan tudnak élvezni azt, amit ennyi munkát fejtettünk. Ami meg a Magyar Művészeti Akadémiát illeti, egyszer szólaltam föl nagyon röviden, most is így gondolom, én nem gondolom, hogy bármifajta a kultúrpolitikának az a dolga, hogy megmondja, hogy mi a jó, vagy mi a nem. Hála Istennek a Magyar Nemzeti Film Alap is így gondolja, és én nagyon örülök, hogy abból a képből, amit a magyar dolgozók véres, verejtékes munkájukkal megkeresnek, és utána a lottószelvényre költenek, annak egy pici részéből mozgóképes kultúra készül, ami valahogy nagyon jól lesz annak, ahogy itt kiértünk a 2000-es évek első évtizedeiben. Szóval azért sajnálom, bánom, mint a kutya, hogy azt a két mondatot mondtam ebben az interjúban, mert én ugye így gondolom, én nagyon keserűen nézem azt, ahogy nem az ország, hanem annak a jelenlegi kormánya működik. Nagyon keserűen nézem azt, ahogy nagyon helyes emberek egyszerűen szét vannak választva, egymás ellen vannak hergelve, egymás ellen vannak uszítva. De borzasztóan bánt, hogy ahelyett, hogy örömöt, egy kis megkönnyebbülés, egy kicsit ebben az iszonyatosan feszült országban valami mással foglalkozást hoztunk volna az a Berlinből, sikerült valahogy meg itt kikötnünk, és tulajdonképpen ami történt, az egy kicsit újtája az, ami itt vagyunk. Menj a mikrofonon. Köszönöm, Kolondi Pál, hogy az építőügynökségtől. Egyrészt meg szeretném kérdezni, hogy az elmúlt években, főleg a Saul fia sikerével több magyar film volt, ami díjakat nyertek most önök is. Van egy ilyen új aránykora a magyar filmgyártásnak? És a második kérdésem, amelyek ők ünnepről lennék, van már terve a következő filmre, vagy egy kis 15 éves filmben? Köszönöm. Megint a másodikkal kezdeném, van abszolút, és a Füstmillán feleségem története című regényének az adaptációját, azt tulajdonképpen én az első film a Inkuzók óta szeretném megcsinálni, beadtuk a film alaphoz, kaptunk egy pici forradók, hogy fejlesztési pénzt, tárgyalunk már külföldi produkciókkal, hogy egy produkciós film lesz, azt mondom, hogy lesz, nem az, hogy lehet, nagyon remélem, hogy meg fogjuk csinálni, és hogy beállítottam az első filmet. Aranykorra. Ja, igen. Tulajdonképpen a filmtörvény az egy nagyon nagy fellendülést hozott a 2000-es évek elején. Nagyon sok fiatal alkotó, tulajdonképpen egy egész nemzedék felnőtt, meg néhány embert életművet létrehoztak azóta, hogy én a pályaszélén toporogtam.
jelentős, markáns, nagyon eltérő karakterű alkotó, és azt az okos és bölcs stratégiát látom én a film alap részéről, hogy egyrészt szakemberek döntenek, persze minden szakembernek megvan a vízlése, de alapvetően szakmai szempontok motiválják őket, segítik a filmeket, és minden film körülbelül annyiból tud elkészülni, amiből annak el kell készülnie. Tehát nem túl jókat látunk, nem olyasmit, amiből full lehetett volna valami nagyon jó, de nem tudja kifutni a formáját, vagy technikailag nem azon a színvonalon valósul meg, hanem ezek az alkotók életmunkákat, kiteljesedett munkákat tudnak letenni az asztalra, és ez nagyon nagy szó. Én meg két olyan kérdésem lenne, ami hozzájuk is kapcsolódik. Itt vagyok Hajós Andrea, Euronews. Szeretném megkérdezni szóval a többiektől, a nyilván Ildikótól, hogy milyen Ildikóval együtt dolgozni, mert azért ez elég, tudom, hogy nagyon laikusan hangzik, de hogy az emberben ilyen sztereotípia, hogy hogyan viselkedik egy filmrendező egyébként forgatáson, és nekem az Ildikóval soha nem passzol bele a sztereotípiába. De kíváncsi lennék, hogy milyen volt a közös munka. Illetve arra is kíváncsi lennék, hogy ki mit gondol arról, hogy miért ez a film lett egy összes. Nem tudom, hogy a Berlinálén mennyire volt lehetőségük belenézni a versenytársak alkotásaiba, de kíváncsi lennék arra, hogy mit gondolnak, hogy miért, tehát milyen visszajelzéseket kaptak, hogy miért ez a film győzött. Köszönöm. Ildikóval olyan dolgozni, mint amit a filmben látunk, hogy mondjuk főként nem párbeszédek vannak, vagy kevesebb beszélünk, inkább az érzékeinkkel, meg a szemünkkel fejezzük ki a dolgokat, és én úgy gondolok vissza erre, mint egy ilyen nagyon csöndes, nagyon koncentrált munkára, amikor azt mondjuk, hogy fél szavakból is értjük egymást, nyilván ehhez annak van egy előtörténet, amikor mi próbáltunk a forgatás előtt, hogy most a magam nevében beszélek, hogy ki is a Mária, és hogy viselkedik, hogy létezik, hogy melegíti, még jó van a tejet. Szóval mindent kipróbáltunk, utána pedig Mária egyszer csak elkezdett létezni a térben, és Ildikó ezt hagyta. Szóval, hogy kettőnk között létrejött valami olyan érzékenység, ami nagyon különleges, most ezt tudom mondani. Én mondom, hogy a szóló is meg fogtam járni. Szerintem mindegy, hogy az embernek hány napja van egy filmben, ezt azért van, hogy az, hogy ez négy napon volt, hogy három, nem emlékszem pontosan, de a lényeget azt hiszem, hogy meg lehet tapasztalni egy idő alatt is. Szóval az, hogyha valaki ennyire felkészült, ennyire szívül is jel valamit, ennyire koncentráltan van mindenki felé, de tényleg mindenki felé, egytől egyig, teljesen mindegy, hogy hanyadik napnál van, mindent 100%-osan akar megcsinálni, és ha valami nem jó, vagy nem elég jó, vagy érzi, hogy valami visszamarad, akkor még jobban, akkor addig megy, még abban nem hozza ki a maximumot. És szerintem manapság nagyon kevés olyan rendezővel találkozunk, aki ennyire nyitott, ennyire empatikus, ennyire él benne minden, ami egy filmhez szükséges, és ennyire tud irányítani egy színész, hogy az legyen bennem, hogy nem befeszülök ez alatt a pár nap alatt, amíg ott vagyok, és próbáljam felfedezni azt, hogy mi zajlik körülöttem, hanem ellazít, és próbál az én fejemmel létezni, és engem kinyitni, és belőlem dolgozni. Én nagyon hálás vagyok neki ezért, úgyhogy Ildi egy olyan rendező, akivel szerintem mindenki örülne, hogyha dolgozhatna. Nem találkoztam még a Dalai Lámával, de szerintem valami ilyesmire. Tehát szerintem kicsit örülnék, hogy olyan csöndet és olyan korral, tehát ő tudalmat áraszt.
azt hiszem, aki onnan ismer szépen, ahol aki nagyon tudja a dolgát, hogy olyan csendesen szépen fekszik. Tehát, hogy a közeleket is dolgoztam már ilyenek, aki dobálják a szépített, meg édesanyákat emlegetik, tehát van ilyen típusú, aki ebből dolgozik. Ő pedig valami keleti tulajdonmal lesz körbe minket, és tök hihetetlen biztonságban érzi magát egy színész, ez is fontos. Ami nekem nagyon fontos, én a terápiában dolgoztam egy nagyobb lélegzett vételben az Ildikóval, és azért keveres, tehát hogy mindenki meg szokta érdemlni, mert most nem másokat lenézve, de itt sokat kell titokba belerakni, szerintem egy rendezőben. Az nem úgy van, hogy csak a színész pakolja be, és csak ő éri át azt, és nem majd ezt spoilerezni. Szóval, hogy az nem úgy van, hogy csak mi hozunk mindent. De én mindig nagyon mérges vagyok egy rendezőre, hogyha ő elfelejt ugyanolyan titkokat és ugyanolyan mélységet elárulni önmagából a munka folyamatában. És ezekben a próbákban ő mindig odaadja az összes titkát magából, hogy nagyon sokat. És ettől azt gondolod, hogy nekem is nagyon sokat kell visszaadni. Szóval olyan, mint egy ilyen nagyon nagy mély barátság kezdete. Beszélj valami másik. Ennyi. Már nem volt. Te meg ő mikor akar. Én megpróbálom a munka, közös munka módszerünkről egy picit kis ívet, egy kis szegletét bemutatni, és ezzel körüljük, hogy jól megismerik. Hogy kitaláljuk a felültünk, a közös munkák előkészítés alatt én volt többször. Elkezdtük kitalálni a jeleneteket, hogyan találjuk ki a beállításokat, melyiket hogyan vegyük fel. Némelyiket átugrottuk, mert úgy éreztük, hogy nem elég jó, amit gondolunk róla, aztán később visszatértünk rá, és így haladunk folyamatosan a forgatás felé. És akkor már készen voltunk az összes jelenetben, meg voltak a helyszínek, a szereplők, már végén azt is tudtam, hogy fogom bevilágítani, tehát a minden a fejünkben volt, még egy héttel a forgatás előtt, akkor Ildikó előjött egy új ötlettel, hogy nem úgy vegyük föl, mert neki van egy jó ötlete. És elmondta azt a jó ötletet, basszus, tényleg jó vagy, a francba. Hát ez eddig nem jutott eszünkbe, tök jó Ildikó, akkor vegyük fel úgy. Akkor ismét ugye végigmondod, ugye pontosan akkor tényleg, hogy legyenek a beállítások, hogy a világítom, közvetett a forgatás, egy napból a forgatás előtt Ildikó, hát neki még jobb jutott eszébe. Akkor elbeszéltük azt is, és tényleg még jobban. És másnap elmentünk a forgatásra, pontosan még előtte beültem az autóba, jöttünk egy nagyon aranyos sofőr, értem először, megúrtunk Ildikó, Ildikó beült mellém az autóba, reggel 7-kor, és azt mondta, hogy ezt fogjuk megfogni, mert kitalált egy még jobbat. És nagyon sokszor volt ilyen Ildikó maximalizmusa az egész a forgatáson végig így kísért bennünket szerintem, és hát ez fantasztikus. Egy pocsolya lesz a végül. Picit is a pocsolyában volt egyébként hozzá, hogy ez a film úgy indult, hogy két szereplő, aki nagyon távol van egymástól, de valami biztos mély kapcsolat őket összeköti, és ez az egész sztori is úgy alakult, hogy nagyon furcsa, nagyon finom belső rendezés alapján kezdett összeállni ennek a két embernek a története a vágásból is, és így van nagyon határozott elképzeléssel jött, de amikor egyszer csak megjelentek az anyagban olyan finom rendezési elvek, ami alapján újabb, nagyon érdekes átjáró keletkezett az a két ember kapcsolatában, akkor nagyon frissen és könnyedén tudta változtatni a koncepcióját, ami egy nagyon egyedi egyébként, mert a legtöbb rendező vagy nagyon makacs módon ragaszkodik ahhoz, amit elképzel, vagy pedig egyéb más módon nehéz az anyaggal úgy dolgozni, hogy megtalálni a benne lehető lehetőségeket. És egy csodálatos élmény volt, hogy
hogy minden nap frissen tudtunk ránézni az ára, és őszinte tisztelettel és szeretettel megtalálni azt, hogy hogy akar ez a két figura egymáshoz közeledni. És egyébként az Ildikó összes filmjét szerintem, hogy átnézzük, ez az egész film, mint egy különleges enyhegyi univerzum, amelyik, ahol minden film egy külön bolygó, és mindegyiknek megvan a saját maga érzési jel, és működési dinamizmusa, de egy dolog összeköti, az, hogy ennek az univerzumnak az alkotója, a teremtője szereti a teremtményeit, és ez az, ami egy olyan csodálatos módon megold minden feszültséget, mert ebben az univerzumban nem könnyű létezni ezeknek a teremtményeknek, mert sok nehézséggel szembesülnek, de valahogy a teremtőjük mégis drukkol nekik és szereti őket. Az Ildikó, hogy a munkatársait is egy... Hát a mai világ nagyon kedvez ahhoz, hogy az ember egyszer csak pillanatban belül egy harcmezőn találja magát, és nagyon sok harcos energia van jelen a világban, és ahogy az Ildikó működteti az emberi kapcsolatait, az egészen finoman tekint egy ilyen tai chi mester, hogy az energia, ha megjelenik, akkor nem konfrontációra használja, hanem akkor ezt az energiára ad egy újabb irányt, hogy az hasznosan találja meg a helyét. Úgyhogy ezt még szeretném volna, mint a kapcsolatot. Na, még akkor én is hozzáteszek. Nem tudok én ilyen szakmai dolgokat mondani természetesen. Én csak mint egy idősebb csetlőbótor civilot figyeltem nagy odaadásra a színészeket, a fantasztikus távol, és középült ezt a pici asszony, aki emlékeznek van a Csurkának egy nagyon gyenge, nagyon községes darabja, vagy 30-40 évvel ezelőtt az eredeti helyszín, amiben egy ilyen filmrendező klisé van felrajzolva, aki nagyszájú, nem törődik a se Istennel, se emberrel, a saját anyagi ügyeit és egyéb hatniait intézi, és itt tart. Most ennek Ildikó mindenben pont az ellenkezője, és abban a pillanatban nagyon gyorsan, amint egy magamfajta pasos, aki azért nem kamaszfiú már. Fölmértem, hogy hol vannak azok a pontok, amikor nekem lépni kell, és amikor neki kell, az ő irányítására kell számítanom. Onnantól kezdve ez, mint rostás kés az avas vajban úgy ment, és életem egyik nagy élménye lett. Köszönöm is neki. Utoljára lehet szólni? Nem, szerintem majdnem minden kollégáról, ha egy következő sajtótájékoztatón következő kolléga, aki jön a filmjével, neki is tegyék fel ezt a kérdést, mert szerintem ma azért nem akkora buli filmrendezőnek lenni, mint a 60-as években, tehát egy éles stílus volt. Én csak olyan kollégákat ismerek szinte, akik teljes szívvel benne vannak a filmjükben, de ami hasonlókat hallgatok majd tőlük is. Még egy dolgot hozzátenni. Még két kérdés hangzott el, én ugye nem vagyok filmkritikus, de a másodikra referálva elsőnek. Hogy mitől lehet ez ilyen sikeres. Én akkor megnéztem a filmet, akkor döbbentem rá, hogy mitől lehet ez. És nagyon egyszerű, szerintem az, hogy ennek a filmnek minden egyes sora, minden pillanata igaz. Tehát nem volt benne mi sem más, nem volt benne, csak igazság. És ez szerintem a nézőknek átjött, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És tulajdonképpen ilyen volt a mi kapcsolatunk az Ildikóval. És az, amit itt az előbb említettek, hogy az Ildikónak ez a pozitív energiája átjön, ez nekem akkor jött le igazán, amikor a Tilla készített vele egy interjút, és itt a film plakátján látható alul a két szarvas egy nagy kidőlt fa ág, vagy nagy kidőlt fa előtt, és hát hogy ez a harmónia mennyire él, nem csak színészek, hanem az élők és állatok között is.
az a riportból látható volt, a két szarvas megállt mögötte, és gyakorlatilag 30 percen keresztül, mintha figyelték volna, hogy mit mond. És annyira érdekeltek, hogy még már el is fáradtak ott az állatból, le is feküdtek mögöttem, és az egész riport úgy ment, hogy a két szaros nem tágított, ők is ott akartak lenni, és figyelték az élőt. Tehát ez a harmónia, hogyha ez megvan a rendező és az állatok között, és most ugye színészek nem játszottak az állatokkal, tehát hogyha ez a harmónia megvan, akkor ez nekem egy nyugodtságot jelent, mert azt jelenti, hogy akkor én végig fogom tudni csinálni azt, amit velük kell. Nem voltam egyáltalán nyugodt az elején, mert az Ildikó mindig más szarvasokat választott, mint amit én szerettem volna. Ez nem csak beteg volt így, hogy mindig jött egy jobb ötlet, és aztán az bevált. Egyébként ez nagyon érdekesítő az elején. Tehát, hogy én mondom, hogy ezzel kéne dolgozni, és akkor nem ő az csinálja. És itt most, hogy itt ülünk, és ez az aranyedben itt van, ez véletlenül azért van, mert ezt érezte, és ez benne van, és ez egy másik dolog volt. Köszönöm. Az Altinitől, én is, ha már ott tanítottam Martai Zoltánnál, akkor arról szeretném kérdezni, hogy egy picit mesélni a munkáról, a szarvasokat, picit és Góliátot ne adjuk ki. Köszönöm. Hát ennek ez 2004-ben kezdődött az Ildikóval ez a mi közös munkánk. Amikor jól emlékszem, a forgatás 2015-ben kezdődött nálam. Eljött hozzánk Ildikös, nagyon aranyos volt egyébként, és olyan furcsa volt, hogy a kisember nézegeti ezeket a nagy szarvasokat. És akkor kiválasztottam, hogy az előbb mondtam a Góliát. Hát ugye a picu még annyira nem is zavar, gondoltam is majd, hogy hát kicserélem, úgy sem vesz észre. De hát a következő látomban is jött, és elmutatott, hogy igen, jó, hogy ott van. Már nem azt nézted a múltkor, de a picu. Kicsit megpróbáltam átvágni, de nem sikerült. Például felismerte, ott 100 szarvas között kiszedtek, ott a picu. Na mindegy, a Góliáttal is így volt, ráadásul a második castingnál már a Góliát egy újabb agancsba volt, hiszen nem tudtunk forgatni 2014 végén és 2015 elején, ami nekem akkor úgy jelentkezett, mint egy tragédia, mert arról volt szó, hogy először leforgatjuk a szarvasos jeleneteket, és akkor majd ahhoz igazítjuk a színészeknek a szövegét. Most azt most el lehet dönteni, hogy melyik a könnyebb. Először a színészekkel forgatni, és utána megcsinálni azt az állatokkal, vadállatokkal, amit a színészek elmondtak. Tehát ezért nekem ez nagyon nehéz feladat volt, ráadásul ez a Góliát ez nem volt szelíd korábban, tehát a szelídítés elején volt, és éppen csak annyira kommunikált velünk, hogy odajött és elvette tőlünk a kaját. Úgyhogy egy nagyon nehéz feladat volt, de nagyon hálás vagyok azért, hogy erre rávettél, mert azóta már a Góliátnak a hátán ülök, és van itt más magyar film is, amiben igazából debütált. Tehát előbb szerepelt ott, mint ebben a filmben, de csak annak köszönhető, hogy te kiválasztottad. Visszatérve a képzésre és az állatok működtetésére, ezek olyan állatok, akiket az ember nem házasított soha, tehát nagyon nehezen akarnak együttműködni az emberrel, nincs meg velünk az együttműködési hajlam, mint a domestikált állatokkal. Hiszen nem egy ember által kreált élőlény, mint mondjuk a kutya vagy a ló. Ezért egy egész más módot kell találni arra, hogy elvegyük őket a feladatok elvégzésére, ez pedig a természetes motiváció. Tehát megpróbálunk az ő fejükkel gondolkozni, és nem is invitáljuk őket a feladat elvégzésére, hanem hagyjuk, hogy ők azt higgyék, hogy a mi gondolatunk az ő gondolata. És akkor rá lehet venni. Nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy meddig lehet elmenni, és hol van az a pont, ahol az állatnak az emberrel való kapcsolata, vagy más állattal való kapcsolata, a természethez való kapcsolata nem sérül. Tehát nem tudom, hogy ezt tudják, de például a picurt azt irányítottuk mondjuk farkasokkal is, két oldalról, meg volt egy meghatározott irányba, neki menni kellett, és az emberek, akikben ő bízik, azok az egyik pontba álltak, és a kiinduló pont mögött tereltük őt a farkasokkal. Helyben Máté nagyon jól irányított a kamerát, és mindig valahogy mi két határon voltunk. Úgyhogy ez egy természetes motiváció, gyakorlatilag minden jelenetben ezt használtuk.
láttuk, és képzés szinten nem is volt. Tehát ezek az állatok nem voltak képzett, főleg nem idomított állatok. Körülbelül így. Koronca Gyila vagyok a Webmarketon, és szeretném megkérdezni Edikótól, hogy hogyan lettek a színészek, hogyan esett a választásra éppen erre a két főszereplőre. Különös tekintettel Mocsány Gézára, akit két évvel ezelőtt még a Munkvető kiadó igazgatóját tiszteltünk. A másik kérdésed pedig Gézához intézném. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy szerkesztő esetében mi a természetes motiváció egy film főszereplőnek elfogadására. Azt hiszem, hogy erről is minden kollégám beszámolhat, hogy kell, hogy legyen egyfajta almajáró biztonság, egyfajta belső lendület, amikor egy ember elkezd egy ilyen projektet, ami végigviszi azokon az éveken, amíg elkészül egy film, és az ember bizonyos döntéseit, amik nem olyan gyomorból biztosan jönnek, azokat esetleg elemzi, és próbál racionálisan tenni. Bizonyos oknál erre nem volt szükség, de ami beesett a fejembe a Géza, mint lehetőség, nem tudom, hogy hogy esetben beesett, azonnal tudtam, hogy ő az, és attól kezdve csak azon izgultam, hogy vajon elfogadja a felkérés, és az igazgató úr az irodájában fogadott. És emlékszem, hogy azzal kezdted a választ, hogy hát az az igazság, hogy az elmúlt két-három évben minden ilyen nyilvános szereplés feladatot igyekeztél áthárítani a kollégáidra, mert valamiért elkezdett ezt feszültséggel eltölteni, vagy már kezdtem elsápadni, hogy most mit csinálok, nem tudom elkezdeni a filmet, mert mindjárt az lesz a következő mondat, hogy hát érthető módon ezért nem vállaljam. És érdekes fordulattal azt mondtam, hogy úgyhogy elvállalja, mert itt most, ebben a filmben nem rajtam a felelősség. Úgyhogy ha így döntöttem, akkor egyáltalán nem úgy főztem. Szóval így alakult, utána csináltunk még két, egy improvizációs és egy kötött szöveges castingot, de addigra én már szegény producereimnek megmondtam, hogy ő a kiválasztott pont. Ezt a két gyakorlatot éppen a Gézának csináltam, hogy ő maga is lássa, hogy ez működik és jó lesz. Nagyon pontosan idézte vissza Ildikó az én döntésem mechanizmusát. Arról volt szó, hogy soha életemben eszembe nem jutott, hogy bármi ilyesmibe kezdjek, bármi ilyesmibe vágjam a fejszénet, hogy bármi ilyesmibe vágyakozzak. És valóban az utóbbi időben már egyre nehezebben viseltem a nyilvános szereplési kötelezettségeimet, de az első gondolatom rögtön az volt, hogy hát ha az Enyedi Ildikó kér, akkor nagyon szerettem a filmjeit, nagyon tartottam, mert futólag ismertük egymást a színművészeti egyetemről, meg innen onnan talán még. Hogyha ő kér, hát akkor ezt ő biztosan meggondolta. Fölhívtam Gotár Péter barátomat, hogy mit csinál ilyenkor az ember. És akkor azt mondta, ha Ildikó a te pofába takarja, akkor igen, kell mondani. És ez nekem ezek után nem esett nehezemre, és valóban felmerült bennem az örömteli helyzetnek a kélyes előérzete, amikor nem rajtam van a felelősség. Azt tudom, hogy én egy szorgalmas, odaadó ember vagyok, tehát hogyha igen mondok, akkor mindent meg fogok tenni, ami tőlem telik, de a felelősség valóban mindig olyé. És magam sem gondoltam, hogy ilyen jól fog kívülni a dolog. Ennyi volt.
Szóval azt szeretném Ildikótól kérdezni, hogy volt-e a forgatási ideje alatt olyan, amikor elromlott minden, összetört, kiborult, szarvasok szétszaladtak, bármilyen érdekes, illetve az, hogy hogy érezte magát kívánás. Bármi, ami eddig nem hangzott el, és ahhoz képest, hogy érdekes, illetve hogy hogy érezte magát a várónikon. Az utóbbi kérdés az egy komolyan belül beszélünk majd többen. Az elsőre annyit tudok mondani, hogy az utolsó előtti forgatási napunk az egy nagyon drága nap volt a Margit-szigeten. Sosladiszta, Szeriken, kertészeti vállalat, nagyon-nagyon sok mindennek simránnie kellett, és nagyon drága is volt. És jött egy hatalmas nyári vihar, és elfújta az egészet. És én az egészből csak a fékben is emlékszem az erdő alatt. És köszönöm a producereknek, hogy valahogy megoldott el, hogy meg tudjuk azt a napot ismételni. Remélem, hogy biztosító végül fizetett, nem is tudom. Szóval nagyon jó érzés volt olyan emberekkel dolgozni, akik hát, ha látják, hogyha leszakad az ég, hát akkor ez van, akkor most minek szentsége eljön. Nagyon jó emberekkel dolgoztam a múltban is, de ilyen harmonikus, csodálatos táv, valahogy mindenki érezte a lényegét annak, amit csinálunk. Ilyen soha nem volt életemben. Nagyon-nagyon köszönöm nekik. Hát ami a vállóidat illeti, én nagyon szeretném megköszönni annak a hajdonállási vágóhíd igazgatónak, Orosz Tibornak, hogy olyan nagy lelkű volt és beengedett minket, és dolgozhatunk ott, és átélhettük azt, azt hiszem, hogy mindannyiunknak életre szóló élmény volt az az egy hét, amit ott töltöttünk. Valahogy olyan sok mindentől vagyunk elzárva, sok mindenről nem akarunk tudomást venni, ami pedig a mindennapi életünk hátterében zajlik. Azt se tudjuk, hogy az iPhone-unk hogy készül, azt se tudom, hogy ez az ég, ez vajon Indiában hogy készül. Azt sem lehet tudni, hogy hol kerül a hús az asztalunkra. És ezt külön szeretném megköszönni a stárnak, hogy nem a légöldöző pestiek voltak ott, akik sajnálták a szegény bocikákat, hanem tulajdonképpen azzal a tisztelettel mozogtunk mi ott köztük, ami megilleti ezt a helyet, amikor megérkeznek, ők egy napot töltenek, az életük utolsó napját töltik ott a Vágóhídon. Nagyon nagyra tartom ezt a bizonyos igazgató urat, mert olyan embereket vállalt, és el is mondta, hogy nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy milyen munkatársakat vállalt oda a Vágóhídra, akik valami egészen természetes, egyáltalán nem intellektualizált, természetes szolidaritással bánnak az állatokkal, egy magától értetődő gyengétség és tisztelet van bennük, és nem tudhatták, hogy milyen csapat ez, aki jön, nem tudhatták, hogy mi vajon milyen emberek vagyunk. Nagyon hálás voltam, és tudom, hogy jó helyen vagyunk, amikor az igazgató kikötötte például, hogy amikor az állatok, akik megérkeznek egy kocsin, azokat leterelik egy rámpán, akkor nem lesz ott szórakozás, hogy filmesség, visszaterelik őket, aztán megint le, aztán megint ide-oda, tehát nem szórakozunk az állatokkal, megadjuk nekik a kellő tiszteletet.
és mihez örömmel igazodtunk, mert mi is így gondoltuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknak életre szól ennyi volt. De mondjátok ti még, akit ott dolgoztatok, a Kálmáté. Röviden megpróbálom. De szóval abban igazán van együtt valaki, mindenkinek el kell menni és megnézni, hogy mi lesz azokból az aranyos bocikból, és hogy kell az asztalunkra a hús, amit aztán este megeszünk. Biztos, hogy jobban tisztelnénk ezeket az állatokat. Életem azt hiszem legnagyobb egy hete volt forgatásra, biztos, az illető. Milyen dolgozói forgatást jelentett történetben, amit tulajdonképpen egy napi rutin dokumentáltunk. Tehát nem a film miatt testek áldozatul ezek a szarvasok, hanem ezt fontosnak tartom elmondani. Jó napot kívánok, Déri Zsolt vagyok a Music Press blogtól, és zenei újságíróként elsősorban nyilván azt fogok kérdezni, hogy Laura Marlin-nak a számai hogyan kerültek, és miért pont azok kerültek a filmbe. A másik kérdésem pedig az, hogy nekem egy stábtag barátom említette, hogy nehéz volt ezeket a felvételeket jogosítani, vagy megszerezni az előadóktól, illetve a rendszéktől, hogyha ez semmiképpen nem jött volna össze az utolsó pillanatig sem, akkor mi lett volna a P-verzió, hogy mint ahol kerültek volna az idejét. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert nagyon ritka, hogy egy dalnak a Laura Marlin What Heroes című eléggé, szerintem már 6-7 éves számának ilyen fontos dramaturgiai szerepe van. Háromszor hangzik el a filmben, és mind a háromszor van, hogy egészen más módon kell, hogy hasson. Én őt a kezdetektől figyelem, egy fontos költőnek is tartom. Nagyon-nagyon-nagyon keserves volt megszerezni ezt a jogot, mint utólag kiderült. Egyszerűen a lépcsőfokok, amik elvezettek hozzá a sokszoros áttételben, voltak nem egészen megbízható emberek, akik nem továbbítottak bizonyos információkat. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, mert az egész lényeg, gondolkodása, harcossága nagyon kellett ehhez a filmhez. Ennél csak egy hajszálnyival líraibb énekesnő dala, az már édeskését, tényleg hiteltelenné tette volna az egész filmet, nagyon nagy súly van ezen a dalon, de amikor már teljesen elvesztettük a reményt, akkor én megkerestem Jónás vele, akivel nagyon-nagyon remélem, hogy dolgozok még egyszer, és elkezdtük a Cold Fire című dalával barátkoztatni a filmet, ahhoz el kellett volna várnunk egy jelenetet, és elkezdtünk a Verával együtt dolgozni, és természetesen, amit az ember valamit elenged, azonnal visszatér. Tehát nagyon sajnálom is, mert a Vera az csodálatosan elkezdett dolgozni, éppen átdolgozni a dalát, amikor végülis megjött a hír, hogy megvan a jó. Úgyhogy remélem, hogy ezt vele valamikor pótolni tudom. Egy nagyon jelentős fiatal alkotónak tartom, nagyon erősnek nemzetközi szinten is. Jó napot kívánok, Ágár Ügyvédek a Szeretett Magyarország, és azon a kérdésem, hogy mi lesz a díjaknak a sorsa, hová fognak kerülni, és egyáltalán mekkora a jelentőséget tulajdonít magának, mondjuk arra, hogy megbe szobornak. Hát, 18 év után azért elég jó ránézni. Mi a kérdés? Mi a kérdés? Mi a kérdés? Mi a kérdés?
azt nyilatkozta, hogy az egyik leggyakoribb reakció, amit az emberekből kiváltott, hogy a leggyakoribban van, hogy az együttérzés, amit a legtöbben ezt emlegetik fel a filmnek kapcsolatban. De szerintem a magyar embereknek, vagy a magyar társadalomnak általánosan lenne mit tanulni erről, vagy és a végén akkor volt ezzel a filmhez célja? Ezt Paul Verhoeven, a zsűri elnök az indoklásában használta ezt a kifejezést, és részemről én nagyon örültem neki, nagyon örültem magának az indoklásnak is, nem csak a díjnak. És igen, szerintem szükségünk van egy kis nyugalomra, egy kicsit kisimulni, menni egymás felé fordulni, vagy adott esetben menni saját magunk felé fordulni. Sokszor azt érzem, hogy saját magunkkal bánunk a legdurvábban, a leglelketlenebből, ha viszont magunkat előre, ki tudja mi felé, és mi célból. És ez a film nem szeretne semmit megmagyarázni, kioktatni, állítani. Szeretné két órán keresztül mindenféle érzelmen végigvezetni a nézőt, és aki nevet, meghatódik, csodálkozik, kíváncsi lesz, az esetleg egy kicsit lazább lélekkel, nyitottabb lélekkel jön ki a moziból. Ez volt a célunk, és nagyon reméljük, hogy valami ilyesmi azért történik. Van még pár percünk, hogyha esetleg vannak még kérdések. Hátul látok. Elmondom idejét. Katarocs Andrá vagyok a Kossuth Rádióktól. Én Arász Andrától és Gézától kérdezném, hogy milyen volt együtt játszani, hogyan tudtak egymáshoz idomul, hiszen egyik a profi színész, a másik pedig nem. Most ez is nagy élmény volt, képzeljünk el. És voltak éppen nem tudom felidézni, hogy mikor milyen tudatos megfontolások alapján próbáltam ezt vagy azt a mozzanatot kiolvasni, akár az Alexandra arcából, tekintetéből, vagy akár más partner tekintetéből, de valahogy az ebben az esetben is segített, hogy nem sokkal a forgatás előtt együtt dolgoztunk egy színházi produkcióban, a Katona József Színházban, ahol én egyik ámbulatból a másik ámbulatból estem attól a színészi teljesítménytől, amit a színházi jutott. Tehát, hogy itt is azt gondolhattam, hogy én rábízom magam arra, amit ő diktál. És ha ez a dolog be fog jönni, megint csak a nagy kockázat hullámos útján lehetett fölülnöm, hogy ha Ildikó választása helyes volt, akkor abban bíztam, hogy ebben a fantasztikus színésznőben én meg fogom látni azt, amit nekem meg kell látni Endreként. Meg is látni. Én azt gondolom, hogy mind a ketten az Ildikóval voltunk összekedve külön-külön, a Géza és a Mérs. És a Géza szerintem hasonló ember, mint én, hasonló személyiség. És mind a ketten nagyon tisztelet tudunk és változósak vagyunk szerintem a másikkal szemben. Ez egy nagyon fontos kulcsa volt ennek a munkának. Valamint az, hogy nem kellett, ez most furán hangzik, de mégis tudtuk szerintem a saját világunkban maradni a forgatási szünetekben, mert kellett az zárkózottság, mert hogy a magányos emberekről van szó, akik nem sokat beszélnek, inkább tényleg a már is mindent átadó utána, mert amikor az, ami egy is nem tud megoldani egy szituációt, akkor eljátsza. Ez most spoiler? Jó.
elhábozza a jeleneteket, amik történtek vele, és azt gondolom, hogy a forgatásnál is ez valamiért mintha így kellett volna történnie, hogy nem mint színész kollégák csevegünk a szünetben, és el vagyunk, hanem megmaradt valamilyen zárkózottság, mint magánember is, vagy mint színész, aki épp nem forgatlan a szünetben létezik. És szerintem ez abszolút segített, vagy ez nagyon-nagyon jó volt, de egyébként a Gézával csendben nagyon szeretjük egymást, és tiszteljük, és ez nagyon fontos. Lennék még egy Zöld Viktori az RTL Híradóban. Ildikó Zene, kettő kérdésem. Az egyik az az lenne, hogy úgy tudom, hogy sok egy filmfesztivál versenyért a filmbemutatójáért, de mégis bennük választott, miért. A másik pedig a trélervágással kapcsolatos, hogy ahol is én picit meg kell lehet. Köszönöm. Lennem az utóbbival. Annyira zárt ez a film, és annyira kényes, hogy én már előre tanástalan voltam, hogy majd ebből egy jó trélert csinálni, és egy fiatal kollégával találkoztam, Bedő Barnával, aki egészen más közegben dolgozik. Egyrészt sokat tanultam tőle, mert valami egészen más szempontból, de elképesztő lényeglátóan tényleg azonnal megérezte, hogy ami mi dolgoztunk itt két évet, az annak mi a lényege. A film elején a Vágóhídon egy hajnalat filmeztünk le, ahol állnak és várakoznak a kocsinak, hát várnak arra, hogy letereljék őket. És nagyon fontos volt nekünk, hogy ezt vegyük föl, hogy ne lefilmezzük mi így objektíve ezeket a marhákat, hanem egy legyünk közülük, nem is volt egyszerű oda bebújni. Tulajdonképpen az ő szemszögükből nézzük a kint beszélgető civilizáló munkásokat is, és elképesztő sokat küzdöttünk, hogy egyetlen snittér, hogy ott abban a hajnalban legyen egy marha, egy arc, egy igazi arc, aki fölnéz a napra. Talán így kezdődik a film, fölnéz a napra, mindkét főszereplőnk még nem ismerve egymást messze valahol, meg Békés Ittal, aki egy csodálatos takarítónőt játszik ebben a filmben. Tehát valahogy a film elején mindenféle nagy csinadrata nélkül, ezzel az egyszerű gesztussal szeretünk volna jelezni, hogy egyek vagyunk, emberek és állatok, hozzáteszem még növények is, együtt lakjuk ezt a bolygót. És akkor megnézte a Barna a filmet, írt nekem egy e-mailt, és azt mondta, hogy amikor láttam, hogy a marha föl, ahogy fölnéz a napba, akkor megnyertél engem. Én onnan tudtam, hogy ez a vadidegen ember, aki nagyon-nagyon más háttérből jött, ő mindenféle komerciális trélereket csinál szakmányban évek óta, nagyon pörgős, nagyon más világból jön. Szóval, hogy ő pontosan érti ezt a filmet, pontosan tudja, hogy én miért szeretném volna ezt megcsinálni. Csodálatos öröm volt, és nem tudom, hogy ki látta, vagy láttátok-e a PR-t, az abszolút a mi filmünk, és közben meg abszolút az ő kreatív energiája. Szokás szerint a másik kérdés lehet. Hogy miért Berlin? Csak ennyi, hogy miért Berlin lett? Hát ez nem volt egyszerű, mert ugye júniusban már is végén befejeztük a filmet, júniusban volt két nagyon komoly meghívásunk, és a világforgalmazónk, mert már az is volt akkor, ami csodálatos dolog volt, azt mondta, hogy mi megmutatnánk azért a berlinieknek. Eszembe nem jutott, mert annyira messze felül Berlin, és a vendítés után 10 perccel fölhívták őket, hogy kérik a filmet,
játékos versenyben, és meg kell mondjam azért néhányszor ezek alatt a hónapok alatt, mert ez nagyon hosszú idő, júniustól februárig, úgy kivehet a hírebelíték, hogy mi van, hogyha nem jól döntöttünk, hogyha abban a általában komoly, súlyos szociális, politikai témákat felvető fesztivál közegben ez a mi csöndes is nem szólal meg. Szóval volt nagy kockázat, de hát úgy tűnik megérte. Utolsó kérdése. Köszönöm szépen. Az álom, mint fő motívum, az megint előjön. A Sima Mágus, hogyha csak a legutóbbi nagy Tomásra gondolunk, akkor ott is alapvető. El tud képzelni olyan filmet, ahol az álomnak nincs ennyire központi szerepe, de ugye itt szó volt arról, hogy egy együttérző világra lenne szükség, ahol jobban figyelünk egymásra, és valahol az álomba, mint hogyha menekülnénk. Ez egy menekvés, vagy pedig mindenképpen kell az álom, ahonnan szedjük azt, amitől együtt érződé válhatunk. Tehát a kérdés az az, hogy a jövőben felhívnánk-e 18 évet várni, hogy a jövőben, ami készül majd filmje, ott is ugyanúgy az álomnak mindig is mennyire fontos szerepe lesz. Feleségem történetében egy nyolajás álom sincs. És nagyon remélem, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni. Úgyhogy nem lesz inkább... Szerintem nem is tudom, de... Itt egyszerűen csak kellett ennek a két főhősnek valami lökés, ami abból a napi rutinból, abból a defenzív kis sűdiszmaállásból kilöki őket, és elsőszor nem tudom miért, de ez jutott eszembe, ez a közös álom, mint ötlet, mindegyiket lökés számukra. Először elnézést szeretnék kérni az előző kérdésemre, tévesen állítottam ezt a marhát, bocsásson meg, átolvasom még a Berliner Morgenpost cikkét, valóban rosszul emlékeztem. Viszont ők nagyon spoilereznek, csak szólok, hogy tulajdonképpen leírták az egészet, elnézést csak. Köszönöm. Nem az a kérdés. Én is tudtam, hogy ne jött a sajtóval, csak egy Facebook bejegyzésben írta meg valaki, aki ott volt a nézőtén, úgyhogy nem tudtam, hogy most már tudok. Én csak is érzelmet szerettem volna kérni, hogy megdöbbent vagy valami hasonló. De a kérdésem az lenne, hogy egy másik interjúban azt olvastam, hogy a babonás nem számított díjra. Ön mennyire babonás, amikor kérdették, hogy győzteseket keresztbe tette az ujját, vagy aznap volt valami szertartása, így a babonásság volt. Hát, sajnos ezzel sem tudom nagyon érdekes dolgokat szolgálni. Bizonyos dolgokat, tehát ami nem áll a hatalomban, az egy picit így eltartom magamtól. Tehát mindent megteszünk azért, hogy jó sikerüljön a film, hogy a lehetőségeink szerint a legtöbbet beletegyük. Abba is mindent beleteszünk, hogy valahogy eljusson a nézőkig, itt ülünk, és próbálunk kommunikálni, és tulajdonképpen nagyon hálás vagyok mindenkinek. Hát tulajdonképpen együtt a sajtó nélkül egyszerűen nem lehetne ezeket a filmeket, amik nem ilyen hatalmas forgalmazási pénzzel vannak megtolva, eljuttatni a nézőkig, tehát hogy egyáltalán addig eljussanak, hogy valaki megfontolja, hogy most bemegy a moziba, vagy nem. Szóval nagyon köszönjük ezt a munkát, amit itt közösen teszünk a magyar filmért. De ez, amit egy babonásság neveztem tántan az interjúban, ez az, hogy azon próbálom magam nem felhúzni, vagy nem izgatni, ami nem áll a
hatalmamban. Persze izgultam, de például, hogyha beadok valahova egy pályázatot, sose nézem meg, hogy kik azok, akik kik a tagok, annak a bizottságnak a tagjai. Mert akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy ennek ilyen a gondolkodása, aha, annak meg olyan, aztán van azt utálja. Minden felvételizett diáknak is ezt ajánlom. Láttam ezt annak idején, hogy aki elkezd így méregelni, az saját maga elkezdi csak. Szóval pusztán erről volt szó. Egy utolsó kérdése van még időnk, vagy ha van kérdező. Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, és köszönöm szépen az alkotóknak is, természetesen. Köszönöm.